Amikor a feltámadt Jézus megjelenik az Emmaus felé tartó tanítványainak, ők először nem ismerik fel. Beszélgetnek vele, majd Emmausba érve vacsorára hívják. Akkor felnyílik a szemük, és rádöbbennek, hogy Jézus tulajdonképpen végig velük volt. Ezt az utat és ezt a vendéglátást vették alapul a Bói Pince tulajdonosok is, a húsvét hétfői hagyományos Emmaus járással. Itt Bóiban, amikor a Kálvária domb megépült, a Kálvária dombon a kápolna, akkor az emberek mindig a húsvét hétfőn a szentmisét a Kálvária dombon tartották, és a férfiak mindig kimentek a környező pince faluba, pincékbe, megkóstolták egymás borát, beszélgettek, és eltöltötték a délutánt. És hát ezt az asszonyok megelégedelték, és elmentek a férfiak utána pincesorra, és így utána az egész család együtt volt, és együtt töltötték a délután barátokkal, családokkal, szomszédokkal. És ugyan igazából ezt a hagyományt próbáljuk ugyanígy folytatni. A mise is megvan, hát időjárás függő, hogyha jó idő van, akkor ugyanúgy a Kálvária dombon van, ha nem olyan a jó az idő, akkor a templomba, és az emberek a mise után ugyanígy kijönnek a pincefaluba, és kinyitják a pincéjüket, és egy vidám húsvét hétfő délután töltenek el a pincesoron. A Birkapelle zenekar érkezik éppen az egyik pincéhez. A hagyományos bói Emmaus járáshoz a zene is hozzátartozik. Mi 2011-ben alakultunk a Borjádi Német Nemzetiségi Tánccsoportnak a zenekaraként. Azóta mi ugye zenélünk így négyen, volt némi tagváltozás, de számottevően nem, de ezt azóta így műveljük és csináljuk. Több pincesorban van 5 pincesor Bójon, ebből mi az egyik fő pincesort elvállaltuk, és akkor így ugye hagyomány szerint ugye végig zenélünk a pincesorokon. Az 1700-as években betelepült svábság húsvét hétfői szokása mára az egész város rendezvényévé vált Bójban. Részt vesznek benne a II. Világháború után betelepített felvidéki magyarok és a rendszerváltás után pince tulajdonossá váló, bói gyökerekkel nem rendelkező Németországból érkezett családok is. Egyrészt azért fontos, mert 2 év szünet után végre ismét hivatalosan is lehet Emmaus, mert azt azért nyugodtan el lehet most már így mondani a vírus után, hogy bár hivatalosan nem lehetett rendezvényeket tartani az elmúlt 2 év tavaszán, azért azt mindenki tudja, hogy a bóiak azok Emmaus nélkül nem léteznek, és természetesen azért mindenki kijött. Nagyon nagy öröm, hogy végre ismét rendezvényeket, fellépőket lehetett szervezni, és most már tényleg teljesen szabadon és jogtisztán is meg lehet tartani az Emmaust. Vannak visszatérő csapataink, ők mindig nagy örömmel jönnek, ugye itt mindig van egy kihívás, hogy a színpadi produkciók mellett menettáncot, illetve menetzenét is kell biztosítani, hogy folyamatosan pincéről pincére járva azért a mulatság mindenkinek megjusson, vagy kijusson, de én úgy gondolom, hogy örömmel jönnek ide a zenészek, a fellépők, talán leginkább azért, mert ami nehézséget ez a menetelés, ez egyben egy különlegesség is, és mégiscsak egy más produkció, mint amit úgymond hétről hétre bemutatnak. Az Emmaus járásnak több mint másfél év százados hagyománya van. A húsvét hétfői családi program 2011-ben a szellemi kulturális örökségek listájára is felkerült.